a telecskai dombok nyúlványában. A zombori katolikus temetőben Herceg János sírjánál műveiből hangzottak el idézetek. A megemlékezésen a Doroszlói Petőfi Sándor általános iskola és a náluk vendégeskedő mágocsi és szentlőrinci diákok és tanáraik is jelen voltak. A környékbeli iskolákban már tanultak a régió legismertebb írójáról, aki utolsó éveit Doroszlón töltötte. A Herceg János Zomborban született, és Zomborba is temették el, mivel ez a szülőhelye, és megtetszett neki Doroszló, és ez a magyar használat, és ez a magyar nyelv, és Doroszlóra költözött át. Herceg Jánoshoz eljött egyik barátja, Fehér Ferenc, és ezek után ő is oda költözött hozzá, mivel nagyon megtetszett ő neki is ez. Herceg János munkássága kivételesen gazdag volt, 40 önálló könyvet írt. A környékbeli embereket, a táj szépségét örökítette meg. A közéletben is fontos szerepet töltött be, sokat segített a II. Világháború után a magyar családoknak. A nyugatbácskaiak magukénak érzik. Az ő munkásságán és élete bemutatásán köröztül magukba tudják szívni a fiatalok azt a hazaszeretetet, ennek a környéknek a szépségét és mindent, amit egy nyugatbácskai embernek magával kell, hogy cipeljen egész élete során, hogy ez arra készteti majd őket, hogy a jövőket itt úgy fogják elképzelni Nyugatbácskába, és itt keresnek jövőt maguknak. Az író 1995-ben hunyt el Zomborban. Doroszlón emlékére irodalmi díjat alapítottak. Munkássága és személye előtt tisztelegve több intézmény és szervezet is megkoszorúzta sírhelyét.